A koncepció az a mai napra, hogy ebbehez közel nem nagyon fogtok találkozni. Ha hiszitek, hanem itt ez, amin most átkukkantok, nem egy rozsdás csatorna csőnek a darabja, hanem egy tányér, amiről enni fogok, és esküszöm nektek, hogy nem ez lesz a legfurcsább dolog, ami történni fog ezen a mai délutánon. Lesz egy kevés pácolt lazac, lesz egy kevés vörös mosza. Kész is van. Ez hány főre csináltál? Ez mindannyiótoknak. Tubusban található a tengeri sűn majonéz. Tengeri sűn majonéz? Így van, az készült rá. Egyébként említetted, hogy a tányérnak, a mázának van még valami különlegessége, pontosabban, hogy nincs rajta máz. Így van, az az égetésből adódóan alakul ki így a felülete. Ez egy fatüzes kemencében készült tárgy, ahol a tárgyak közvetlenül érintkeznek a fatűzzel, és a felületén a megolvadó fahamut láthatod. Ez egy rózsabokornak a hamuja olvatnak a felületén ennek az edénynek, és a különböző színű fáknak különböző színű mázak lesznek az eredményei az égetés végén. Ez most nagyon forró lesz? Ja, nem lesz forró. Maga az edény, ez egy nyersanyag edény volt, amiben kakukkfüvet gyúrtam, száraz kakukkfüvet. Ebbe került egy tekercs. A tekercs az kívülről sütőtök szelet volt, azon volt egy ribályréteg, egy marha, azon volt még pirított tökmag, és zöldalma került még bele. Ez került egy tekercsbe, a tetején volt egy kicsi karamell, cukor karamellizálva, és ennek ezt járta még át a kakukkfűnek a füstje, amikor megégettem. Én ezt szerettem volna impregnálni magába az edényben, hogy maga az edény füstöljön, ne pedig egy rátett anyag egy hozzá, hanem ténylegesen az edényből jöjjön az. Ugye ezért nem nagyon sütünk nyersanyagból otthon. A római tál az gyakorlatilag hasonló elven működik. Annyi a lényege, hogy a benne lévő dolgot, bármit, ha beletöltünk, mi ezt most siszó levélbe tekertük, egy bepácolt csirke mellett, és akkor az van, mint egy ilyen töltött tészta lezárva agyaggal. Ezt kipróbáltuk Ádámmal, hogy hány fokon hány percet kell sütni, most megsütjük nektek, és akkor összetörítek. Nem akar kijönni? Jó erőben vagy. Oda! Na, ez volt így. Wow. Ilyen kis szerencse süti. Ön ma éhes marad. Tényleg milyen nincs benne. Konfitálás az egy nagyon egyszerű, szerintem tökösi hőközlés, zsíradék, valamilyen zsíradékban párolás. Ennek megvan, hogy hány fok, hány perc, igazából nincsen vele olyan nagyon nagy trükk, és egy ilyen nagyon érdekes krémes állaga marad a tojásárgának. Készítettünk egy kevés libatöpörtyű morzsát. Ebben egy meleg sülfokhagyma hab van. Alapvetően ki akartunk lépni a keretekből, de aztán Ádám említette, mint a tálalásban, amihez nyilván kapcsolódnia kell az ételnek, tehát hogy az ilyen nagyon hagyományos típusú tálalásban nem is gondolkodtunk. Tehát mindegyikbe kellett valami csavar, vagy azért, mert aktív és tetörött fel, amiben megsül, vagy azért, mert megégetjük előtted a tányéron, vagy te nyomod magadnak a majonézt. Tehát hogy ez fontos volt, hogy a hétköznapi étkezést itt ne kelljen viszont látnod.